A befektetési szolgáltatók közül, tehát a broker cégek közül a Budakes számított az egyik legnagyobbnak, legbiztonságosabbnak, ugye a lakossági üzletágat ő szolgálta ki leginkább. Senki sem gondolta, hogy ez fog történni. Miért is jobb egy banknál elhelyezni? Azért tőkébe nézve halljuk a híreket, nagyjából az egész DRV, illetve Budakes csoport az 1%-át nem éri le a magyar bankszektornak. Tehát amíg mondjuk beszélünk ott 100 milliárdos nagyságrendről egy banknál, azért 1000 milliárdos nagyságrendekről beszélünk. Például a Takarékbanknál is közel 300 milliárd forint áll minden takarékszövetkezeti fiók mögött, pont azért, hogy a biztonságot ebből a szempontból is növeljük, és ezekben az esetekben ugye az OVA garancia is érvényesül a betétekre. Ami egy brókerháznál, egy egyedi befektetési szolgáltatónál pedig nincsen meg. Takarékszövetkezeteknél elhelyezett megtakarítások gyakorlatilag 2014. december óta kettős biztonságban vannak. Ugye egyrésztről az OVA védi őket minden esetben, másrésztről 2014. december óta a takarékoknál elhelyezett megtakarítások teljes biztonságban vannak, teljes biztonságban tekinthetjük őket, hiszen a takarékoknak új garancia közössége védi őket. A DRV csoport néhány tagjának elnevezés ugye megtévesztő lehet az ügyfeleknek, de muszáj leszögezni, hogy a csoport tagjai 2013. júliusában a bankállapulási kérelmüket elindították a felügyelet felé, 2014. januárban pedig meg is kapták. Tehát teljesen különálló csoportról beszélünk. És a takarékszövetkezetek új garancia közössége pedig 2014. decemberében alakult meg, tehát 2014. decemberétől tudjuk azt mondani, hogy a tőke lényegében 100%-os biztonságban van, ugye a külön az OVA-nak köszönhetően, illetve az új közös garancia alapnak köszönhetően. A legfontosabb, én úgy gondolom a jelenlegi piacon, hogy minden befektető türelmes legyen, várjon ki, nyilván megérti mindenki az aggodalmukat. Mindenki, aki károsult, az ugye beva fogja őket értesíteni a közleményében, hogy mi fog történni. Én úgy gondolom, hogy most tényleg ne kezdjük azt, hogy mindenki rohan mindenkihez, és nem bízunk az egész szektorban, hanem valóban vizsgáljuk meg, hogy melyik cégnél milyen garanciák, akár milyen extra garancia van arra, hogy biztonságban van a tőkénk, és ez alapján választunk szolgáltatót. De mindenképp én azt javasolnám, hogy türelmesek legyenek, és megalapozott döntéseket hozzunk mindenképp.